A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Ünnepi beszélgetéseink sorában köszöntöm mai vendégünket, Berze János református lelkészt. Tisztelettel köszöntelek. Áldás békessége, szeretettel köszöntöm a nézőket. A Budai úti református templom közössége nevében is köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Annál is inkább fontos ez, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ha úgy tetszik, egész esztendőben szárnyal ez a közösség. Egy egészen különleges minőséget képviselnek az ott lévő programok, mert hogy ugye nem csak Isten tisztelet létezik, nagyon is jól tudjuk, hanem a közösségi házban meg annyi különleges program várja a kicsiktől a nagyokig, tehát a töpörtyüktől a nagyszülőkig. Erről kéne beszélgetnünk egy idén, hiszen esztendőről esztendőre azért mi is ott vagyunk néhány kiemelt eseményen, ugyanakkor azt nagyon is jól látjuk, hogy hétről hétre nagyon sokan találkoznak, és ezeknek a találkozások nagyon fontos részei a hívők életének. Kezdjük talán a töpörtyükkel, hiszen Baba-Mama program működik folyamatosan. Én azt hiszem, hogy ez megerősítést jelent a babának és a mamának egyként. Köszönöm a kérdést, és köszönöm azt, hogy kívülről ilyen jó közösségnek látszunk, igyekszünk is ennek megfelelni. Hát a január 1-én ünnepeljük a harmadik évfordulónkat, 3 éve lesz, hogy önálló egyházközség lettünk, és ugye az egyházközségé önálló gyülekezetté válással szinte egy időben készült el a gyülekezeti központunk, ami valóban alkalmas lett arra, hogy a közösségen belül kis csoportok vagy réteg csoportok alkalmak is találkozzanak. Eddig nem volt ilyen lehetőségünk évtizedekig. Ez az egyik a Baba-Mama kör, amit nemrég indítottunk, azért megjegyzem, hogy egyelőre nem olyan túl nagy sikerrel. Úgy látszik, hogy a édesanyák is nagyon elfoglaltak. Volt, hogy havonta egyszer tartottuk, aztán 2 hetente. Most próbáljuk azt csinálni, hogy minden héten tartunk, aki bújt, aki nem alapon, hogy aki ráér, éppen jöjjön pici gyermekével. Hát egyelőre ez 2-3 anyukát jelent a picinyével, de attól még ezek nagyon szép kis alkalmak. A gyermekekkel játszunk, aki tartja ezt az alkalmat, egy szintén édesanya, Agyné Sebestyén Ágnes, ő pedig a anyukákkal is beszélget. Én csak köszönni szoktam. De hát ez így van, rendjén. Én azt hiszem, ez rendkívül felelősség egyébként ezeket az alkalmakat rendszeressé tenni, hiszen azért van jó néhány olyan közösségi csoport, akik rendszeresen és nagyon sokan vannak. A nagy ifik. Tehát az, a fiatalok számára én azt hiszem, hogy a hit egyre fontosabb a felgyorsult világban, és ők adnak is, kapnak is egy-egy ilyen közösségi eseményen. Egyet értek, és azzal is, hogy egy nagyon fontos rétege a gyülekezetnek az ifjúság, hiszen ők jelentik a jövőnket nemzetnek is, meg egy gyülekezeti közösség életének is. És hála Istennek van egy generáció, aki most már a hittanos korba, a középiskolás korba lépett, és őket nevezzük nagy ifinek. Ők péntek esténként találkoznak, és van egy kis ifi is. Ők még inkább a felső tagozatosok, ők vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan találkoznak, vagy hogyha ifjúság istentisztelet van, vagy ha ők szolgálnak, például most egy adventi gyertyagyújtásnál, akkor egy-egy istentiszteleten is részt vesznek. Mi történik egy ilyen alkalomkor? Hát úgy mondanám, hogy egy ifjúsági klubról van szó, ahol kötetlenül kezdődik gyülekezéssel, találkozással, beszélgetéssel. Múlt péntek éppen nagy hógolyózás, meg hóemberépítés volt, úgyhogy majd 3/4 óra késéssel kezdtünk, de abba bíztam, hogy majd kicsit lenyugszanak, kicsit elfáradnak, de aztán a beszélgetés is jó zsibongósra sikerült. Hát tulajdonképpen van egy-egy téma, egy-egy életkérdés, ami foglalkoztatja őket.
vagy éppen nincs információjuk róla, hogy mit is jelent az. Tehát van, amikor nagyon életközeli kérdéssel foglalkozunk, például párválasztás, van, ami kicsit távolabbi nekik, de kíváncsiak és fontos tudni, mint múlt pénteken az imádságról beszélgetünk, mit jelent imádkozni, mi a személyes ima, és meglepődtem, hogy mennyire érdeklődőek voltak. Tehát ugye van egy kis előadás bibliai alapon, vagy megnézünk egy rövid videót, most is az ifi alfa kurzus, ez egy ilyen keresztény alapvetés, ismeretterjesztő kis rövid filmek, annak egy 20 perces részét néztük meg, és utána beszélgettünk, de van gitáros éneklés, és van ifjúsági lelkészünk most már, aki mind a két csoporttal foglalkozik, Léder Tamás, és most azért tudok ilyen élesbe beszélni róla, mert épp múlt pénteken helyettesítettem, de általában ő tartja ezeket az alkalmakat, akkor van gitáros éneklés is, és aztán utána megint egy kis közösség, társas játékozás, filmnézés. Van tehát egy a játékos elemekkel dúsított találkozásokat, igen, azért mindig hitbéli élmények is kísérik, és az így fontos. Van, ezért mondanám, hogy egy klub foglalkozáshoz hasonló. Ez a kicsivel idősebbeknek, az 50 plusz kornak is nagyon-nagyon fontos, azt hiszem. Tehát önmagában a találkozás öröme az megerősít. Így van, és az a jó a csoportjainkban, hogy a mi gyengeségünk persze, hogy nem tervszerűen haladtunk, de éreztük, hogy mikor, melyik csoport indításának van létjogosultsága, és így alakult az 50 pluszos kör is. Szóval egy gyülekezeti nyári többgenerációs nagytábornak volt egy beszélgetős csoportja, hiszen ugye ott a korosztály szerinti csoportbeszélgetésekben dolgozunk fel egy-egy témát, és ők úgy döntöttek, hogy szeretnének nyáron után, a tábor után is találkozni, és így lett ez a 50 pluszos kör, és ők minden hónap második szerdáján találkoznak. Ez még egy nagyon sikeres kis tömbösítés volt a programokban, hogy szerdán hétközi Isten tiszteletet tartunk, tehát nálunk szerdán 6 órakor este van a gyülekezeti ház nagy termében egy hétközi Isten tisztelet, és utána találkoznak hetente más-más csoport, körülbelül 7 órától, és az Isten tisztelet adja úgymond a bibliai, a lelki alapot a beszélgetésnek, és aztán az Isten tisztelet után, egy kis szünet után találkoznak a csoportok, így találkozik a férfi kör is. És a női kör. A női kör is ugyanígy így van, és hogyha van 5. szerda, akkor pedig a önkéntes szolgálók, akik sok-sok mindenben segítenek, háttér előkészítésben, ővelük találkozunk. És ez így nagyon-nagyon jól működik, nekünk se szabdalja szét annyira hetünket, hanem ez a szerda egy ilyen kiemelt, a szerda este egy ilyen kiemelt alkalma lett a gyülekezeti közösségnek. A lelki töltőre lennék kíváncsi, hiszen ez már önmagában ez a jelző szerkezet is mélységeket takar, hitbéli mélységeket természetesen. Igen, igen, hát próbálunk minden ilyen csoportunknak egy kicsit ilyen személyesebb nevet adni. Például a férfi körnek az a neve, hogy megkapaszkodó, a női körnek a neve ez, hogy lelki töltő. És hát ez jól mutatja a lelki igényt, hogy mire van szüksége a hölgyeknek és asszonyoknak, hogy akkor találkoznak, hogy egy lelki föltöltődés, felüdülés, erőnyerés legyen ez a találkozó. És hát lelkes csapatról van szó, ez havonta egyszer van ez az alkalom, de természetesen ez a lelki töltő női kör mellett ők még azért szerveznek alkalmakat, például szokott lenni a Kotyogó Női Kávéház, az egy szombat délelőtti alkalom, csak nőknek szigorúan, ott még köszönni sem merek bemenni. Azt is nagyon szeretik, magukban vannak, nagyokat kávéznak, süteményeznek, beszélgetnek, és tehát természetesen imádkoznak, és közösségben vannak egymással. Tehát én azt így fogalmazném, hogy ezeknek a csoportoknak a lényege igazából ugyanaz, mint a nagy ünnepeink lényege, hogy találkozás
Istennel és találkozás egymással, és közösségben lenni egymással és Istennel. És ezek a kis csoportokban nagyon komoly barátságok is, meg támogató kapcsolatok jönnek létre. Soha nem volt nagyobb szükség erre egyébként, mint ahogy az ima közösség találkozóira ugyanez vonatkozik, gondolom, hiszen az kicsit másként, más stílusban és más attitűddel fogalmazzák meg a kötődésüket, de azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Igen, csak egy szó rájunk meg itt a ima közösségnél. Ugye nálunk nem szokványos módon működik, egy tradicionális vagy vidéki gyülekezetben általában hétköznap biblióra vagy imaóra szokott lenni. Ez így volt nálunk is sokáig. A bibliaórából lett a hétközi istentisztelet, és a imaórából pedig lett az online imaközösség. Azért lett online, mert ugye közben volt egy Covid. Igen. És nagyon nehézé tette ezt a találkozást, és úgy gondoltuk, hogy a járvány alatt se fogjuk ezt megszüntetni, hogy közösségbe imádkozzunk. Viszont láttuk a nagy szükséget, hogy szükség van kapcsolatba lépni egymással, meg ott voltak a ima témák. Ugye a betegek elesettek, magukra maradtak. Például a Covid indította el ezt, hogy az időseinkkel komolyabban foglalkozzunk, tartsuk a kapcsolatot telefonon, látogatással. Tehát tulajdonképpen ez indította el a gyülekezetünkben az idős gondozást, vagy a nyugdíjas klubnak az alapjait ez adta meg, és így lett az online ima közösség is. Tehát egy Meet konferencia hívásban találkozunk, általában az egyik lelkész vezeti ezt, ő írja ki a linket a hirdető felületünkre, vagy van, hogy egy-két fiatal presbiter is tartotta, és akkor egy bibliai bevezető, kis tanítás után beszélgetünk egymással, hogy milyen ima témák vannak, kiről hallottunk, kivel mi van, és aztán egy 20 perc, fél órás ima közösséggel zárjuk, ahol a videóhívásban minden becsatlakozott testvér imádkozik. Tehát ez egy ízig-vérig 21. századi történet. Ez az, és nem is lehet, hogy nem is lett volna magunktól ennyi eszünk, hogy erre gondoljunk, de ez a járványnak az egyik, úgymond jó hozadéka volt a sok borzalom mellett, hogy rákényszerített bennünket, hogy változzunk, és 21. Igen. századibbak legyünk. A táboroknak viszont már hagyománya van, nyilvánvaló. Igen. Bár azt gondolom, hogy a koronavírus járvány idején ez hiányzott, de viszont tradíciója van. És fontos. Igen, hát ez biztos, hogy minden keresztény egyházban több évszázados, vagy talán évezredes hagyománya is van a táboroknak. Szerencsére a nyári táborokat azért a Covid években is meg lehetett tartani, nyilván szigorúbb előírások, meg bejelentési kötelezettség mellett, de azért megtartottuk. Ami minden évben van, mondhatjuk a legnépszerűbb, legsikeresebb a családok körében, az a napközis hittanos tábor alsó tagozatosoknak, mindig közvetlenül a tanév vége után van, ilyenkor még a szülők ugye dolgoznak, nincs szabadság, örülnek, hogy ők is egy jó, biztonságos helyre leadhatják a gyermeket, a gyerekek meg aztán élvezik, mert övék a templom udvar, a gyülekezeti ház, sok vidám játék az udvaron, még vizes lufi csata is van időnként, úgyhogy nagyon szeretik a kicsik ezt a tábort. És aztán tavaly például több generációs nagy táborunk volt még, ez mellett tudatosan ide irányítottuk és hívtuk a nagyobb hittanosokat, ifiseket, családosokat, tehát így lett több generációs nagy tábor. És nagyon jól sikerült. A korábbi években 80 fővel kezdtük, most több mint 150-en voltunk idén nyáron ezen a többgenerációs táborban, a Börzsönybecsolás helyen, és úgy döntöttünk, hogy azért ez nagyon nehéz, nagy szervezést igényel, hogy egyik nyáron, tehát a napközis tábor az gyerekeknek az minden évben van, aztán egyik nyáron van több generációs nagy tábor minden más korosztálynak, a jövőre például 24-ben pedig réteg táborok lesznek, tehát lesz külön ifi tábor,
lesz családosoknak hosszú hétvége, tehát lehetőség lesz akár a kis réteg csoportok szerint is hosszú hétvégéket vagy táborokat tartani. Nyilván ez azt jelenti, hogy majd több tábor lesz, de kisebb létszámmal, és közösségibb lesz. Mindesetre ez a folyamatos fejlődés záloga nem kétséges, mert a hitben élőknek is azért szüksége van olyan különlegességekre, amelyek hétköznapiak ugyan, de összekovácsolják a közösséget, tehát ez nem lehet Így van, mind a két fajta tábornak más a szerepe, ugye a nagy tábor az egy hatalmas közösségi élmény, hogy a pici hason mászó kisgyermektől a közel 100 éves nagymamáig részt vesz benne, és tényleg mint egy nagy család úgy vagyunk, és megismerjük egymást. Nagyon jó alkalom, viszont a rétegtáboroknak is nagyon fontos szerepe van, hogy az a csoport, például az ifjúság kicsit magába legyen, kicsit még inkább nekik szóló speciális programokkal, tehát annak is egy másik értelemben közösségépítő ereje van. Még maradt nekünk egy csomó minden más, mert a heti útra való. Én azt hiszem, hogy az útra való ez megint egy olyan megfogalmazás, ami a hitben élőknek kiemelten fontos. Így van, és tehát a kommunikációnknak, vagy a kifelém, meg a gyülekezethez többféle közelségben kapcsolódó emberekkel, családokkal, az egyik csatornája az útra való heti internetes hírlevél, tehát mindenki a saját levelező fiókjába kapja meg e-mailben, hogyha jelentkezik rá, de a honlapunkon is elolvasható, ha valaki nem akarja saját e-mailjébe. Ez is onnan indult, hogy a Covid alatt legyen egy információs csatorna, amit könnyen el tudjanak olvasni, és aztán láttuk az igényt, hogy hát azért legyen egy útra való jellege is, legyen benne egy olyan üzenet, ami mássá vagy tudja tenni a hetet, tud adni egy kis erőt, buzdítást, világos látást, útmutatást, és így lett a heti útra valónak az eleje egy ilyen kis áhítat, vagy egy kis buzdító üzenet, amit a lelkipásztorok írnak, vagy van, hogy átveszünk a református.hu-ról, és tulajdonképpen ugyanígy a Covid-ban indult el az Örömhír újságunk is, ami havonta jelenik meg, vagy nyáron két havonta. Ez is a kommunikáció és a kapcsolattartás eszköze lesz. Ezt postán küldjük ki azoknak, akik lazábban kötődnek a közösséghez, csak időnként jönnek templomba, de egyházfenntartók, közösségünkhez tartozók. Aki megjár rendszeresen, az meg a templomba veszi át, és hát ez több mint 500 példányban megy ki havonta. Nem egy nagy újság, 4 oldal, 6 oldal, ahogy a... De fontos. Nagyon fontos, és nagyon értékelik az emberek. Sok munka van ezekkel a dolgokkal, de szerencsére nem vagyunk magunkra hagyva a lelkészek, hanem a presbitériumból nagyon kiváló fiatal és hozzáértő segítőink vannak, akik ezeket... segítenek. Egy kérdés még ezzel kapcsolatban. Mi volt az elmúlt 3 év hozadéka a különválást követően? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért változott a gyülekezet helyzete, pozíciója, és ennek tükrében változnia kellett valamelyest a lelkésznek is. Hát mi az elejétől fogva kicsit óvatosabban fogalmazunk, nem nevezzük különválásnak, hanem önálló gyülekezet alapításnak, mert azt gondolom, hogy a belvárosi közösségnek is ugyanúgy a szíve ügye, mint nekünk, hogy mi lelkileg egy közösség maradunk, és erre lesz is lehetőség, hogy ezt gyakoroljuk, meg gyakoroljuk is egyébként. Vannak olyan alkalmak, ahol mit látogatunk egymásnál, nem csak meghívásra. Például majd ilyen lesz, egy ilyen nagy monumentális sorozat lesz majd jövőre, 2024-ben lesz 200 éves a székesfehérvári reformátusság. Tehát a Széchenyi utcában akkor alapították az első anyaegyházközséget 1824-ben,
és 200 éves évforduló lesz, és ezt közösen szervezünk egy ünnepségsorozatot, aminek a nyitója január 7-én vasárnap délután 3 órakor lesz a Széchenyi utcai templomban. Egy hálaadó nyitóisten tisztelet, ahol Imre Bálint mezőföldi esperes úr fog szolgálni, és még rengeteg közös program lesz. Úgyhogy lelki értelemben mi próbáljuk a közösséget gyakorolni. Nyilván gyülekezeti közösségi értelemben nagyon sok pozitív hozadéka volt annak, hogy önállóak lettünk. Például az, hogy a közösséghez tartozók jobban átérzik, hogy a felelősségüket. Hogy az van, amit mi összeteszünk, vagy az van, amit mi összefogunk és megcsinálunk. Nem fogja más helyettünk megcsinálni, összeadni, megszervezni, hanem és így jelentős mértékben megnövekedett a tagság részéről az adományok, a fenntartáshoz szükséges önkéntes felajánlások száma és mértéke. Láthatjuk, megújultak az épületek, jobb gazdái lettünk a templomnak. Szemmel látható, hogy csodálatos lett a templomudvarunk, a parkolók, és létrehoztunk egy bibliai kertet, aminek, hogyha majd minden növény a helyére kerül, akkor egy kis tanösvény szerűen lehet majd látogatni. Bibliai növényekkel van az udvar, teleültetve mondhatni, már így is csodálatos, de még egy-két év, és még látványosabb lesz. És hát lehetne sorolni, hogy mi minden. Az biztos, hogy ami nekünk lelkészeknek egy csoda, így szoktuk fogalmazni, hogy annak ellenére, hogy mi vagyunk a lelkészei, akik ennek a gyülekezetnek, ennek ellenére hatalmas közösségi élet alakult, és rengetegen vállalnak apróbb vagy nagyobb önkéntes szolgálatot. Tehát bármit is szervezünk, egy nagyon lelkes háttér önkéntes csapat segít bennünket, és ez csodálatos. Tehát annyira jó érzés, hogy nem a lelkészek meg a házastársaik egy vagy két személyes magánszáma egy-egy szolgálat, amit aztán vagy tetszést nyer, vagy nem, hanem mindenki benne van, ha valamit csinálunk. Tehát például ez a szolgálókör, ez 80 fő. És azt veszük, hogy vasárnaponként rendszeresen a két istentiszteletünkön nem szoktunk többen lenni, mint 150 főnél, így átlagosan 150-en vagyunk. Ebből 80-an szolgálnak is önkéntesként, ez elképesztő. Nagyszerű. No, hát és megjött advent. Ezt kérdezem a református lelkésztől és az édesapától, a három gyermekes édesapától, hogy családban advent egy szent dolog mindenképpen. De miként éli meg ebben a kettős minőségében? Ami tulajdonképpen egy, hiszen nagyon is jól tudjuk. Igen, de hát azért ha a nagyfiaimat kérdezné, akkor nem biztos, hogy egyetértenének ezzel, mert ők nagyon is igénylik, hát a pici meg azért, mert pici, hogy azért legyen saját családi együttlétünk. Hát ugye a lelkész családoknak ez a nagy nehézség, hogy ebben a nagy ünnepi forgatagban és sokféle szép egyházi esemény mellett jusson idő az előkészületre, az együttlétre. Tehát biztos, hogy nekünk még inkább tervezett-szervezett módon észné kell lennünk, hogy a családi találkozás, együttlét az sikerüljön. Nem mindig sikerült ez jól, de azért általában a kis feszültség után azért a fa is mindig a helyre került, és volt családi vacsoránk. De mondhatni azt, hogy én magam leginkább ugye a gyülekezet közösségében élem meg az adventet és a karácsonyt, és a családom pedig türelmet gyakorol az én irányomba, hogy kevesebbet lát. Bár a nagyfiaink már félig kirepültek, az egyik már egyetemista, a másik pedig lassan végzős kollégista, református gimnáziumba jár. De azért így is nagyon oda kell figyelnünk. Mi általában előbb szoktunk karácsonyozni családilag. Volt már, hogy egy héttel előbb karácsonyoztunk,
és az olyan szép élmény volt, hogy pont akkor esett le a hó. Úgyhogy abban az évben havas karácsonyunk volt egy héttel karácsony előtt, de most általában úgy van, hogy egy-két nappal előtte családilag karácsonyozunk az ünnepnapok előtt. Hát szóval sűrű, nagy a sürgés, forgolódás, de ugyanaz a lényeg, advent, ugye, ami azt jelenti, hogy Úr jövet, vagy eljövetel, és ugye a karácsony Jézus születésének az ünnepe, hogy legyen érkezése az Istennek az ő gyógyító jelenlétével az életünkbe, a szívünkbe, hogy kicsit helyre hozzon újra bennünket, jó irányba fordítsa az életünket, megújítson bennünket. Tehát, hogy valóban még inkább igaz, hogy az ünnep lényege, advent és karácsony különösen is, hogy találkozásunk legyen az Istennel és egymással, hogy neki érkezés legyen az életünkbe. Ő biztos, hogy jön és érkezik, csak az a kérdés, hogy mi akarjuk-e, fogadjuk-e, szükségünk van-e rá, vagy éppen megyünk a saját magunk feje után, és hogy a költő mondja, vérese zúzzú koponyánk a lehetetlenség falán. De olyan jó, hogy ha idáig jutottunk is, akkor se vagyunk egyedül, hanem oda lehet fordulni Istenhez, aki megmutatta, hogy milyen az ő szíve, megmutatta Jézusban, hogy olyan, mint Jézus, és úgy állt hozzánk, hiszen ugye hisszük, ahogy János evangéliuma ezt nagyon világosan megerősíti, hogy Jézusban Isten lett emberi testé, és lakott közöttünk itt a Földön, hogy világosság és útmutatás legyen számunkra. Szabadítunk, megváltunk és gyógyítunk. És hát ezt kívánom szeretettel, hogy legyen mindenkinek találkozása ezzel a Jézussal, akinek gyógyító jelenléte van az életünkben, és halálosan szeretett bennünket. Történjék így. Én pedig áldott karácsonyt, ünnepeket kívánok a gyülekezetnek, a családnak, Berze családnak mindenestől, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm, én is mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, áldott kegyelemteljes karácsonyt és boldog új évet jó egészségben. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Berze János református lelkész volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.